Polgármester úr, ön elégedett a nyárral? Hát nem tudom, mi van, akkor elégedetlen lennék. Elmúlt. Az első fele az olyan volt, amilyen, de hát ezt mindenki tudja. Nem kedvezett az időjárás, de azért valami csöndbe hozzá szeretnék tenni. Az előszezon az mindig előszezon, akkor is, ha jétágra süt a nap. Igazából a balatoni szezon az a 6-7-es összezsugorodása, az lassan 20 esztendeje tart, ezzel kell együtt élnünk, és nem örülünk neki, hogy csak ennyi. Idegenforgalmi szempontból elégedette, vagy jobbat várt esetleg? Mennyi vendég volt Balatonbogláron, vagy mennyi vendég éjszaka volt? Van erről már valami statisztika? Erről egy jó hónap múlva tudok beszámolni, amikor az összesítések megtörténnek. Meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Bizakodok, mert azért az augusztus az kitett magáért, az jó volt, úgy gondolom, július végétől augusztus végéig ez egy időjárás és egyéb szempontból is nagyon kedvező időszaknak látszik, hogy mi csapódott le Kurtaxába, mondom erre majd később visszatérünk, akkor nagyon szívesen konkrét adatokkal szolgálok. Ami az egyebeket illeti, hogy mit várt az ember, meg mit nem várt, ugye megint elkövettük azt, és nem Balatonboglár, úgy országosan mondom, hogy most majd micsoda nagyszerű szezon lesz. Hát ennek a tizedese jött be, tehát ez nem igaz. Sokféle tanulságot le lehet belőle vonni, az egyik az, hogy fölösleges jósolni, meg kell várni, hogy mi hogyan alakul. A másik dolog pedig, ugye kétségtelenül igaz, hogy több lett a magyar vendég, de ez a folyamat ez évek óta tart. Ez egy nagyon jó dolog. Én annak örülök, ha magyar vendég van, sok magyar vendég, lehetne minden vendég magyar, azt se bánnám. A fizetőképes kereslet az viszont nagyon úgy tűnik, de itt a vállalkozókat vagy a vendéglátókat kellene megkérdezni, az rendesen visszaesett. Én legalábbis így tudom, és ezt tapasztaltam. Ez nem jó dolog, de hát ez viszont együtt jár azokkal a gazdasági környezetbéli kellemetlenségekkel, amik sajnos körülvesznek bennünket. Összességében azért lehet mondani, hogy a várakozásnak megfelelően jöttek a számításai? Az ember mindig többet vár, de maradjunk abban, hogy jó legyen, maradjunk a várakozásoknál. Többet vártunk, pláne azért vártunk többet, ahogy az előbb is mondtam, tehát jól be lett harangozva, hogy micsoda nagyszerű szezonnak nézünk elébe, hát ez a nagyszerű szezon azért ez rendesen elmaradt. Ugye ezt a 6 hetet említette a szezonnak, hogy gyakorlatilag évek óta 6-7, azért a többi balatonparti település azon dolgozik, hogy meghosszabbítsa ezt a szezont, kinyújtsa egy kicsit őszre, és tavaszra húzza ki az elejét. Boglárnak is gondolom voltak ilyen tervei. Akkor úgy látszik, ebből nem sok minden sikerült. Ez közös érdek, tehát mindenki azt szeretné, hogyha visszatérne az a idézőjelbe tett régi szép idő, amikor május közepén kinyitottak az üdülők, a szakszervezeti üdülők, meg a vállalati üdülők, és szeptember közepéig dübörgött a nyár. Erre rakódott még ugye az NDK-NSZK-s családi találkozó a Balaton mellett, mert erre ez egy nagyon kedvező és egy nagyon szimpatikus hely volt. Na most ezt visszahozni azt gondolom, hogy soha nem lehet. Persze, hogy az a törekvésünk, hogy nyújtsuk a szezon, de itt ebbe az elképzelésbe, vagy ebbe az akaratba azt hiszem teljesen egységes a tópart, tehát nincs olyan település, aki ne ezt szeretné. Csak ezt így ilyen egyszerű elhatározás szinten nem lehet megoldani. Ez hosszú éveknek a nagyon fáradtságos munkája szükségeltetik. Összehangolt rendezvényprogramokat kell csinálni, olyan rendezvényeket, amik ide csábítják a turistát.
És bizony erre megint azt mondom, hogy csak egy példát hozok föl, semmi közünk hozzá, az északi parton a kapolcs. Ugye, tessék megnézni, mi lett belőle. Az persze szezon közepén volt, tehát ez nem szezonnyújtó szándékkal működött, de egy nagyszerű dolognak látszott éveken keresztül. Az állam kiszállt belőle, mert hiszen az apanázs az a töredékére csökkent, vagy talán semmi se volt, erről nekem nincsenek információim, és beborult. Na most, ami még a rendezvényeket illeti, borzasztó nehéz kigazdálkodni az ingyen rendezvényeket, ez egyre nehezebb lesz, jövőre valószínű még nehezebb. A pénzes rendezvények, ahol fizetni kell, belépődíjat kell fizetni, vagy akármi mást, az meg megint egy olyan külön dolog, azt meg nagyon ki kell találni, hogy arra megfelelő mennyiségű és megfelelő fizetékképes keresletet lehessen összehozni. De azért Balatonboglárnak is van két attrakciója, hiszen itt van a Szüreti Fesztivál, és van egy gyönyörű sportcsarnoka, ami mind a kettő teljes erővel működött. Úgy van. A nyáron. Úgy van. Maradjunk abban, hogy tényleg jól működött a sportcentrum, az Urányi. Ezzel nincs is hiba. Az is nagyon jól működött, hogy május közepén nyitottuk a kiállítóhelyeinket, tehát tényleg azon dolgoztunk, hogy egy időszakban kiterjedt szezonnal tudjunk majd számolni, de hát ahogy elmondtam, ez nem igazán jött össze az előszezonban. Na most azon kívül ugye nem csak Szüreti Fesztivál volt, hanem Balatonátúszás is volt, amire megint azt mondom, hogy egy óriási attrakció, mert hiszen Európának a legnagyobb tömegsport rendezvénye, de ezek önmagában véve ezeket a problémákat nem fogják megoldani soha. Ezen kívül ugye főztünk halászlevet, meg csináltunk sok minden mást, volt még a fesztivál pünköstkor, apropó megint a szezon elején, Szüreti Fesztivál. Nagyon jól sikerült. A nagyon jól alatt azt értem, hogy az én tudomásom és információim szerint közel 30%-kal többen voltak, több látogatója volt a Szüreti Fesztiválnak, mint az elmúlt évben, az se volt rossz mellesleg. Amit nagyon-nagyon megnyugodva mondok, és jó érzéssel, hála Istennek semmilyen atrocitás nem volt, ez alatt gondolok arra, hogy nem volt drog probléma, nem volt olyan fokú ittasság, hogy erőszakszervezettel kelljen elcipeltetni ezeket a delikvenseket, nem volt verekedés, nem volt botrány, nem sorolom mi minden nem. Igyekeztünk azt a minden kora reggeli tisztántartást és takarítást biztosítani, amit már megszokhattak, akik ismerik a Szüreti Fesztivál rendezvénysort. Én azt gondolom, hogy úgy az Anonymous, mint a BB, mint a város mindent elkövetett annak érdekében, hogy aki idejött, az jó hírét vigye Balatonboglárnak, és jól érezze magát. Faragtunk a dolgokon, ezt is szeretném elmondani, ami azt jelenti, hogy a színpadzárásokat, azokat egy órával rövidítettük, odafigyeltünk a hanghatásokra, a színpadokat 13 óra előtt, tehát ebéd utáni időpontba nyitottuk, akkor kezdődtek a műsorok. Egy sor dolgot megpróbáltunk rövidebb pórázra fogni, mert hiszen ezekben az ügyekben voltak reklamációk, voltak nem tetsző nyilatkozatok és megnyilatkozások, amiknek egy jó része megalapozott volt, ezt is szeretném hozzátenni. Csak hogy azt tudni kell a Szüreti Fesztiválról, hogy 33. volt, és ez a rendezvény, ez egy közönséges, egy pár lóval vontatott kiszes, szekeres, hordós rendezvényből, ahol volt mondjuk, hogy 100 ember, kinőtte magát 33 év alatt oda, saját maga fújta föl magát. Tehát senkinek olyan szándéka nem volt, hogy ezt pumpáljuk.
Ez lett belőle. Majdnem azt mondom, hogy túl is nőtte magát. Tehát itt majd... Igen, néha elgondolkodtató, hogy egyáltalán egy ilyen kisváros elbír egy ekkora hát nagyon nehezen bírja. Mert ugye parkolás... Szeretném elmondani, a parkolás az a katasztrófával egyenlő volt. A tömeg is, hát szóval óriási volt, nem tudok mást mondani, de hát ugye az Anonymous, azt hiszem, ebbe az ügybe Dóra úr már nyilatkozott, hogy körülbelül hány embert számlálta. Igen, körülbelül 300 ezer ember fordult. Na most ezt a nagyon jó szándékkal nem négy, hanem öt napra osztjuk el, akkor is azt mondom, hogy egy 6200 lakosú településnek ez iszonyatos teher. De mondom, hála jó Istennek, rendben túl lettünk, és túl vagyunk rajta. Azt azért mondjuk el, hogy profitál a város a Szüreti Fesztiválból, hiszen nagyon sok helyen hallani, hogy nem eleget profitál belőle. Az Anonymous, aki a fő rendezője a Szüreti Fesztiválnak, ugye ő gondoskodik a világon mindenről. Ő gondoskodik az összes műsorról, az összes programról. Ő gondoskodik az egész konstrukció felszereléséről, építéséről, felállításáról, ez mind az ő dolga és az ő költsége. Ennek a fejében, és itt jön egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek a fejébe kapja ingyen a várostól a közterületeket. Na most ebből egyenesen az is következik, hogy a városnak cashben, tehát pénzre váltható haszna igazából a rendezvényből nem származik. Ami haszna származik, az a következő. Egyrészt ebbe az időszakban, ami azért nem pont csak erre 3-4 napra esik, hanem egy kéthetes időszakot nyugodtan lehet számolni, meg sokszorozódik a vendégszám Balatonbogláron. Ez az egyik haszna, ami nem közvetlenül a város zsebébe csapódik le, de Kurtaxánál már igen. A másik haszna pedig az, hogy ez Balatonboglárnak ugyanolyan egyszeri PR értékkel bír, mint a BB-nek. Tehát azért azt tudni és látni kell, hogy év végén, tehát még jóformán le se zártuk a rendezvénynek a dolgait, de decemberben meg januárban már az interneten, meg levélben, meg telefonon mindenki azt kérdezi, aki ezt szereti, és ide visszajár évek óta, hogy lesz-e és mikor lesz, mondjuk 2010-ben. Na most ez azt jelenti, hogy elvárják, hogy legyen. Szeretik, szívesen jönnek Boglára. Ebből azt gondolom, hogy a város híre, a város neve és értéke mindenképpen sokszorozódik. Ismétlem, lehet vitatkozni rajta, hogy miért nincsen pénzbeli lerakódás, miért nincs pénzbeli haszon, hát ezért nincs. Mégis mennyi idegenforgalmi bevételre számítanak, ha mondjuk annyi lesz, mint a tavalyi? Igen, mert a többi akkor elégedett leszek. Igen, mint a többi balatonparti település annyira számít, mint a tavalyi Boglár is, akkor gondolom. Igen. Az mennyi forintosít? Jó. Tavaly az durván 30 millió forint volt, nem egy nagy durranás, mert nálunk vannak sokkal jobbak. Különböző pozíció előnyből fakadóan. Nálunk ez durván évek óta olyan 30 millió körül mozog, ha most ehhez jön az állami 2 forint, akkor az 90. Ha ez összejön, akkor én elégedett leszek. Azt elmondom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy tényleg bejöjjön ez a tervezett bevétel. Ennek érdekében az egész kurtaxa beszedési rendszerünket erre az évre átdolgoztuk. Egy olyan konstrukcióval operáltunk, amelyiknek valamilyen pozitív hatásának kell lenni, de hogy még egyszer mondom, mit hozott forintálisan, ezt egy hónap múlva nagyon szívesen megbeszélhetjük. De gondolom a helye már megvan ennek a pénznek, mire tervezik költeni? Hát a helye. Hát a helye ugye bekerül a nagy kalapba, a költségvetésnek a bevételi rovatában szerepel, és amikor a költségvetésnek a kiadási oszlopait nézzük, akkor az van, hogy ezt elviszik a felújítások, az esetleges beruházások, pályázati alapképzés, sok minden egyéb ilyen jellegű dolog. És az a baj, hogy egyre inkább
legalábbis én ezt tapasztalom, az önkormányzatok ezeket a bevételeiket működési célra is kezdik fölélni, ez pedig nagy baj. Pedig ezekből a bevételekből fölhalmozással kellene számolni, arra kellene fordítani, csak hogy ez már idén sem igazán működött. Na most, ha jövőre bejön ez a beharangozott és egész biztos végrehajtható vagy végrehajtandó 120 milliárdos országos önkormányzati elvonás, akkor annyi. De reméljük azért nem így lesz. Hát remény az mindig van, az egy természetes dolog, és én maradéktalanul optimista vagyok, de ezt a megszorítást, vagy ezt az elvonást nem megszorítás ez, hanem egyszerűen az önkormányzati apanást azt ennyivel csökkentik, ezt nagyon komolyan meg fogja érezni valamennyi önkormányzat. Aztán, hogy hogyan tudjuk megoldani a problémáinkat, ez a jövő zenéje.